Kedves barátaim, nem véletlenül ez a póló van rajtam. Pittől egy idézet, egy szerintem zseniális dalból. Pedig, hogyha tudnátok, hogy mielőbb bújkátok. Sok jót igazából nem tudok elmondani a jelenlegi helyzetről. A sajátomról és a közösségünkéről igen, de a tiétekről nem. Elképesztően feszültek vagytok. Teljesen szét vagytok forgácsolódva, és ezt mindenféle ilyen különösebb manipulatív marketing őrület nélkül. Viszont én ugye nem az a fickó vagyok, aki mindenkinek azt mondaná, hogy szeresd magad úgy, ahogy vagy, mert például, hogyha a telt embereket nézzük, vagy nevezzük kövérnek őket, hát akkor ki lehet azt mondani, hogy nem mindenki pajzsmirigyes, úgyhogy tessék el menni futni, egy kicsit megedzeni. Na most ezt az élet minden területére értem. Nálunk egy ilyen hangulat uralkodik, és ezért hát érdemes olykor kimondani azt, hogy borzasztó párkapcsolatokban éltek. Borzasztóan neveltek gyereket, tisztelet a kivételnek. Elképesztő, hogy hagyjátok magatokat továbbra is rabszolgasorsban tartani, félőrült főnökök által, vagy éppen a saját családotok által, vagy éppen a saját baráti körötök által, már amennyire ezek baráti körök. Na mindegy, úgyhogy sorolhatnám még ezeket a szörnyebbnél szörnyebb dolgokat, viszont vannak egyéb lehetőségek is az életben. Lehet például boldognak is lenni, és nem azzal a Disney-s, mézes, mázas boldogsággal, hanem valódi egyensúllyal és valódi harmóniával a hétköznapokban, és aztán akkor egész véletlenül rálelsz arról, hogy egy tök jó, humorú, szenvedélyes ember lakozik benned, légy akár fiú, légy akár lány, kicsi vagy éppen idősebb. Na, úgyhogy mi 12 éve csináljuk ezeket az elvonulásokat, ahova nagy szeretettel várunk téged. A YouTube csatornámon megtalálsz egy 13 perces kis, hát egy ilyen kis falatkát a filmről, készült erről az egész, egy másfél órás film, a teljes filmet pedig meg tudod nézni a funkadeli.hu oldalon, illetve az azelvonulás.hu oldalon pedig a programjainkat idénre, mikor is első alkalommal idén nyáron 2 elvonulásunk lesz, így 12 év után. Sok hely már igazából nincsen, de az biztos, hogy rád férne, és mi meg nagyon nagy szeretettel várunk. Mostanában gombamód elszaporodtak mindenféle ilyen ezós, meg ilyen spirituális, meg olyan spirituális csoportok. Borzasztó pénzeket akasztanak le emberekre, és közben meg megy az egójáték nyakig, hasig. Ilyen szintű, olyan szintű, ilyen beavatás, olyan meg a családállítás, előző életek, jaj, borzasztó egy sötét labirintus ez, óva intek ezektől mindenkit. A tudatosság az szerintem és szerintünk valami egész más helyen kezdődik, úgyhogy kérem, hogy figyeljetek ezekre a dolgokra. Aztán, hogyha már eleget szivattátok magatokat, akkor valószínűleg, hogy találkozni fogunk. Sziasztok!